Pedig Zsolt vagyok, Székesfehérvárról érkeztem. Én Kovács Péter vagyok, Budapestről érkeztem. Imperial Bates Team 1-es csapat. Mióta foglalkoztok polizással? Én 1998 óta kezdtem magával a módszerrel foglalkozni, 2001 óta használok bojlit a horgon, úgyhogy most már 10 éve. Kisebb-nagyobb sikerrel hajtjuk a halakat, nagy pontyokat. Én 8 éve bojlizom fanatikusan. Eddig mekkora volt a legnagyobb hal, amit ezzel a módszerrel ki tudtatok fogni? Nekem 24 kg 90 dekás tőpont és 23 kg 40 dekás tükörpont. Nekem 20-40-es tőpont. Nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, jó dolognak tartjuk, gyönyörű a környezet, szép a víz. Hát a fogásainkkal annyira nem büszkélkedhetünk, fogtunk elég jó halakat, sajnos olyan 8 kilónál megállt ponyból, amúrból 9-40-ig. Én azt mondom, hogy ez egy nagy tározó, itt sokat kell ülni, hogy jó halat fogjon az ember. Biztos vagyok benne, hogy van benne. Hát most ez a hét, ez rövid volt ahhoz, hogy igazán nagyot sikerüljön fogni. Sajnos az a másik probléma, hogy olyan szektort húztunk, hogy gyakorlatilag előttünk egy sík terület van. Tehát nincsenek medertörések, ahol esetleg a halat meg tudná vezetni. Úgyhogy biztos, hogy ez is probléma volt. Nagy kínál által tudjuk megállítani a halakat, amígy lefelé és felfelé mozog. Azokból tudunk csipkedni egy-kettőt. Nagyobb testű halak valószínűleg, hogy fent vannak a gát előtt. Ott hallottuk, hogy fogtak is, úgyhogy. Itt mekkora volt a legnagyobb méretű hal, amit kifogtatok? Ponyból 8 kg 40 deka, amúrból 9 kg 40 deka. Nagyon szépen köszönöm, és további jó horgászást! Nagyon szívesen! Nagyon szívesen köszönjük!